Fokozta az izraeli hadsereg a támadásokat a gázai övezetben, miután Benjamin Netanyahu miniszterelnök bejelentette a Hamas elleni háború második szakaszát. Újabb tankok hatoltak be az övezet északi részébe, és egyesítették a már ott harcoló izraeli erőket. 450 Hamas célpontot vettek célba. Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette a szárazföldi hadműveletek kiszélesítését a gázai övezetben. A hamas palesztin terror szervezet vasárnap közzétett egy videót, amin az látható, hogy rakétákat lőnek ki Izrael felé. állítások szerint idézzük, válaszul a civilek elleni mészárlásokra. A gázaiak közben puszta kézzel folytatják a keresést a romok alatt. Több mint 8000-re nőtt a palesztin halottak száma a háború kezdete óta. A Save the Children szervezet szerint 3200 gyermek halt meg.